Üdvözlünk Tamással mindenkit, április 27-e héttől van. Így van, és a helyszín ezúttal nem más, mint a Balaton, de most szakítottunk az éves hagyományunkkal, és ezúttal nem az északi part oldalon, hanem a déli parton fogunk horgászni a következő hét napban, és amit látható, talán egy eléggé kis eldugott, vadregényes kis szigeten sikerült tábort verni, kép, hogy csak elkér a két sátor. A helyszínt is csak csónakos bepopulással tudtuk elfoglalni. Nagyon extrém, nagyon tetszik ez a hely nekünk. Igazi nekünk való kis terület, hisz tényleg a sátrak, csónak, két bot és valójában ennyi. Úgyhogy jó kis túra lesz ez a következő hét nap. Valójában akközben megcsináltuk a bójázás kedve helykeresést, amit talán érdemes tudni, hogy mi kimondottan szeretünk minél nagyobb viszabba horgászni a Balatonon. Az a tapasztalatunk, hogy úgy tudtunk fogni szép falakat, hogyha iszabba horgásztunk. Na most itt konkrétan egy tenyérnyi olyan terület nincs, ami kicsit iszaposabb lenne. Mindenhol ez a nagyon-nagyon törmelékes, kagylóhéjas, márgás, kemény ajzat van. Úgyhogy ha akarnánk, se tudnánk most iszapogorgászni sajnálatos módon. Úgyhogy hát reméljük, hogy a pontyok ezt a részt ezt megszokták már, hogy itt kell nekik táplálkozni, és ezen fogunk majd horgászni a következő napokban. Kipróbáljuk magunkat itt is. Így van, meglátjuk. Valójában az alapozatot is megcsináltuk. Te már be is hordtál. Behordtam most ezt. Most én is megcsináltam a szerelékeimet az előbb, úgyhogy annyi lesz, hogy kicsit a szél most pont csendesedik. Bemegyek, lerakom őket, és akkor kezdődik a hétnapos balatoni horgászat a déli partról. Amivel 6 óra múlott, és a negyedik egyben utolsó bot is a helyére került. Úgyhogy megkezdtük a teljes értékű horgászatot Marcellal. Így a kora esti órákra nagyon-nagyon kellemes enyhe idő lett. Napközben szerintem hűvösebb volt, kicsit csillapodott egy picit most. És hát a következő egy hétre egy viszonylag meleg, azonban záporok, a zivatarokkal tartított időjárás jósol a meteorológia. Reméljük, hogy ez majd azért a pontjuk étvágyára pozitívan fog hatni. Mindenesetre most egy kicsit megpihenünk, hallgatjuk a természet csendjét, csodáljuk a Balaton szépségét, aztán reméljük, hogy holnap reggel meg már lesz valami halunk is. Az első éjszakán, és hát nem igazán sikerült jóra, hisz este 9 óra magasságában egy nagyon
gyorsan érkező vihar csapott le a táborunkra, és pillanatok alatt, ami mozítható volt, azt vitte is a szél. Legelőször az esernyőmmel kezdte, pillanatokat összetörte szó szerint, összehajtotta. Úgyhogy őt már nem kell tovább használnom. Aztán jöttek a további bonyodalmak, hisz az erőteljes hullámzás különböző kisebb-nagyobb náciketeket, illetve úszadékokat szakított ki a nádfalak mellől, és ezeket a víz aztán nekiállt az éjszaka folyamán hordani mindenféle irányba, illetve nagy áramlás, és ezek belakadtak a csinórjainkba, először az én két botomba, után aztán a Marcelléba is belakadt egy-kettő, úgyhogy elég nagy kalamajka lett egy reggelre. Több óra volt, amire a zsinórokat újra ki tudtuk bogózni, ki tudtuk szabadítani egymásról. Illetve Marcellán még volt egy hala is a kettes viharjelzésben, az is még összetekerte a zsinórokat, úgyhogy tényleg brutál mi volt itt reggelre. És minden esetre rendeztük a sorainkat, újra szereltünk, újra etettünk, behordtuk újra a botokat, és hát várjuk a nap folyamán, hát valami kapásunk lesz. Minden esetre azon az első éjszakát most nem volt a legszebb. Szerda reggel van, az etetéseken megjelentek a kisebb méretű pontyok. Tamással most azon vagyunk, hogy megpróbáljuk a darabosabb példányokat horog végre csalni. Vissza is engedem. Ígért hidegfront megérkezett, és ezzel ez a gyönyörű pont is. Megmondom őszintén, a bakancslistámon volt egy ilyen gyönyörű szép balatoni tükrös. Odai súlya, 15 kg 25 deka. Nagyon szép, gyönyörű, bámulatos, gömbölyű balatoni ponty. Pörbojli tetszett meg neki 30-as méretben. Boldog vagyok, nagyon gyönyörű. Fotó, és engedjük is vissza. Hát Marcia, jó fárasztó napunk volt. Fú, ne is mondd.
Mára az így bőven elég. De miért? Kezdődött ugye, hogy miért iszik, aki nem bírja. Tegnap este például. Szülinapod volt. És kocintottunk egyet. Szeretve le vagy 10. És akkor ma déltől ugye jött ez a front. Ez valójában jó volt, mert jó volt, igen. Valakat meghozta, meg van kapás bőségesen. Hát de ez a szél, ez az eső. Csak ez a szél, ez az eső, ez a kibe 300 méterre, pedig aztán a déli porthoz képes, még nem is kell olyan messzit nem, húznunk, nem, hiszen nem. Itt már olyan 280-as, 290-es visz 300-ra ezen a részen. Igen. Úgyhogy hála Isten, még az még nincs is bent, de sok, sok, sok. Most nagyon sok hal jött. Aztán hiába 30-as dupla, ide dupla, hogy sima, sem. Szimpla, tök mindegy. Viszi. Megeszik mindent. Hiába is rakjuk el. Nekem úgy volt szerencsém, hogy ráért ez a nagy. Ennyi. Ennyi. Érted előbb. Során egy kapásmentes éjszaka, egy jó nagy pihenés, aztán akkor holnap új útárba tudnánk folytatni. Ja, ja. Hát igen. Megiszom szerintem azt a gyógytejemet. aztán mehetünk aludni. Igen. Még van vagy 4,5 nap, nem? 3,5-4 nap, még azért bármi történhet. Meglátjuk. Minden nap ez van. Minden este ezt mondjuk. Majd holnap. Majd holnap. Itt egy újabb 10 kg körüli balatoni tövás volt a tettes. Egyszerűen nagyon-nagyon nehéz nagy halat fognunk. Most elraktam már, hogy 40 méter az etetéstől a csalimat. Meglátjuk, talán ez majd sikerül nagyobbat fogni, de csak ezek a pici 10 kg-s halak vannak itt tömkelegével sajnos. Most egy kicsit csillapodott a szél, és a tegnap délután érkezett viharnak már nyoma sincs. Egy pár szót ejtenék így a balatoni horgászatról, már csak azért is, mert rengeteg e-mailt kapunk, hogy nagyon sokan szeretnének jönni ide Balatonra kipróbálni magukat, illetve szeretnének minél nagyobb pontjokat fogni. Nos, néhány általunk fontosnak vélt tapasztalatokra elmondanék. Az első és talán a legfontosabb, hogy a Balatonra, mivel 60 ezer hektárra beszélünk, ezért mennyiségű bojlik el, tehát annyit szoktam mindig válaszolni, hogy ide csak keveset lehet hozni, sokat nem. Tehát mindenkinek, hogy a pénztárcája engedi, ha teheti, minél többet hozzon. Az ízvilág az talán másodlagos. Ami nagyon-nagyon fontos, hogy a bojlik ki legyen szárítva, lehetőleg kőkeményre, hisz rendkívül sok az apró fehérhal, nagyon sok a kisponty, és minél keményebb a bojli, annál kevésbé tudják faragni a fehérhalak a tóba. A harmadik legfontosabb dolog még, ami nagyon fontos, hogy nagy méretű csalikkal kell csaliznunk kiváltképpen. Itt gondolok a dupla 30-as, illetve a sima 30-as bojlikra, tehát ezek a minimum. Tehát nyugodtan, mindenféle szívfájdalom nélkül lehet ezekkel a nagy csalikkal horgászni, és kell is, mert ezek visznek eredményre. Etetni a 21-es bojli teljes mértékben megfelel, viszont tényleg, ahogy mondtam, csontkeményre legyen kiszárítva. Mi itt a tóparton is mindig folyamatosan hálóba szárítjuk még a horgász ideje alatt a bojlikat, hogy minél keményebbek legyenek. Hogyha jó a bojli, akkor az úgy is fog dolgozni, illetve ahogy megy bele a víz, az fogja magából küldeni a jeleket. Ahogy mondtam, nagyon-nagyon nagy tóról beszélünk, folyamatosan kell etetni. Általában az szokott lenne tendencia nálunk is, hogy az első napokban kisebb halak érkeznek, és akkor szépen lassan ül a halaknak az egyensúlya, bár persze itt nincsenek kőbevésett szabályok. Ha éppenséggel sikerül pont úgy leülnünk, hogy egy nagyobb példányokból álló raj áll előttünk, vagy az úszkál előttünk, akkor akár az első napokban is lehet fogni nagy halakat. Viszont hogyha most mit, ahogy a mi horgászunk itt, hogy látni, hogy csak a kisebb pontjok vannak, illetve egy-egy kicsit nagyobb becsúszik, akkor viszont egyszerűen muszáj folyamatosan horgászni, menni, tehát nem egy agyalós horgászat ez a balatoni horgászat. Itt inkább a legnagyobb probléma az a magának az időjárási viszontagságnak
arra való felkészülés, azoknak a kiküszöbölése, azokra kell nagyon-nagyon komolyan felkészülni, és tényleg menni kell, horgászni kell, és előbb-utóbb, hogyha szépen etetünk, folyamatosan etetünk, akkor az esetek nagy többségében be szokott jönni egy-két szép hal, hogy a héten nekünk ez sikerül-e, majd vasárnap megmondom. Péntek reggel van, és amint látható, egy elég drasztikus időjárási változás állt be itt a reggeli órákban. Olyan 5:30 óta megeredt az eső, és azóta folyamatosan szüntelenül esik, illetve most a szél is kezd már feltámadni. Amint látható, annyira elszürkült, hogy szinte még a túlpartot sem látni. Most egyelőre ilyen körülmények között kell, hogy horgászunk. Nekem kapásom nem volt, Marcellám még nem volt, mert nem tudom, hogy történt-e valami. Reméljük azért, hogy a nap fölmegy kicsit, hogy ez az eső csillapodik majd. Időközben megállt az eső, és már a harmadik ponty húzza a csalimat. Most a jobbos botom működik, azonban megint egy 5-8 kilós ponty letett a tette, csak felvette a csalimat. Kihoztam érdekességképpen az előkémet. Ez a dupla 30-as bolyt, az 5 kilós pontyok úgy veszik fel, mint a sitz. Úgyhogy tényleg nem kell finomkodni, még így se lehet szelektálni, úgyhogy már 50 méteres távolságban rakolgatjuk a letetéstől a csalinkat, úgyhogy nem működik most sajnos még ez se. Ez a hal szedte le a botomat a kapásjelzőről. Ezek a halak ostromolnak minket a Tamással folyamatosan, és őket próbáljuk elkerülni és a nagyobbakat kifogni, de egyszerűen képtelenség. Hosszos hajnali 3 óra óta megyek, 20 percig megy kapásom.
7 darab halat fogtam szerintem. Itt ez a tök jó szél, nincs közöttem az. És kivel jön folyamatosan. Azért ez kemény. Igazi tipikus nagyhalas időjárás, és nem adja kemény, hogy ezt hihetetlen. Én is az előbb jöttem, bementem, jöttem ki. Egyszerűen akárhova rakom, dupla 30, sima 30, mindegy. Többen. Rohadt bosszabbító. Nagyon jó. Még egy napig van hátra. Hát nem tudom. Jó, kiadhatja bármikor, de egyszerűen most már annyira sokat fogtunk ezekből a tizalatti kis vető halakból, hogy nagyon nehezen elképzelni, hogy kiadja, pedig ilyen szélbe zabálni kire nagyobb. Zabálni. Hú, hát most jól esett. Hát ez most életmentő szerintem is, mert... Sajnos nem várt véget ért az egyhetes horgásztúránk a balatoni Tamással. Az éjszaka milyen szél ránk tört, szó szerint nehéz szavakat találni. Én olyan fél 12 magasságában fogtam még egy ilyen 12 és feles tövest, tükörvíz volt még szinte. Újra csalisztam, kivittem a szereléket, látom a nyomat felől, picit villámlik, meg felőzsülik, nem gondoltam volna, hogy komolyabb probléma lesz. Visszafeküdtem rá egy órára, semmiből szinte 90 km/h szél tört ránk. Fél órán belül a csónakokat ki kellett szabadítanunk, mert egyszerűen akkora hullámzás történt, hogy úgy nem lehetett megtartani őket. A zsinórokat kifújta a fátra, a nádakra a szél. Nem tudjuk mennyi az anyagi kárunk, reméljük, hogy azért megusszuk szerencsésen a problémát majd. A botokat lefújta az állványról, úgyhogy ez most tényleg egy nagyon-nagyon rossz befejezésre sikeredett sajnos. Mindenesetre talán látható az is, hogy itt a Balatonon egy hatalmas vizen nem mindig a sikerről szóra horgászat, és néha bizony az időjárási tényezők olyan befolyással vannak ránk, amiket nem tudunk kiküszöbölni, de nem tudunk nagyon ellenük mit tenni. Igyekszünk levonni ebből a túrából is a tanulságokat, illetve kiemelni a pozitív részeket, azonban egy biztos, mi még revansot fogunk venni.